Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy havi jóslás a rák jegyében születetteknél. Ez egy általános kivetés, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a havi jóslást, akkor az személyes passzol a te helyzetedre, a díjam 4000 forint. Amit asztrológiailag közölnék, a rák jegyében most nincs mozgás, viszont van egy jó Jupiter hatás, hiszen a rák jegye a víz eleméhez tartozik, Jupiter a halak jegyében van, szintén a víz elemében, itt megvan a harmónia, és Jupiter bolygó hozza a szerencsét, vagy egy bírósági ügynél van egy jó kimenetel. Mars bolygó utal a férfiakra, vagy az élet erőre, a bika jegyében van, a föld elemében, Vénusz bolygó, ami utal ránk hölgyekre, vagy a szerelemre, az a szűz jegyében van, az indiai számítás szerint. Mindkettő a föld eleméhez tartozik, és a rák jegye az a víz eleme, és a föld eleme és a víz eleme között barátság van. Tehát van egy jó hatás, ami Mars bolygót, ami Vénusz bolygót illet, ez kihat a párkapcsolatra. És most megnézzük a képeket. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható, ez a férfi jelenti a lelki társadat, vagy jelenti a férfiakat. Itt van köztetek kapcsolat, hiszen egy vonalban vagytok. Itt ez a levél lesz egy üzenet, és itt a mozgás jelenti azt, hogy ő közeledik hozzád. De voltak viták, veszekedések, félreértések, hiszen itt kettőtök között megjelenik ez a korbács, és az utal sebzett emlékekre, az is lehet, hogy ő megsértődött, vagy ő sértett meg téged, és ez foglalkoztat a gondolataidban, ha egy hölgy vagy, hiszen itt a kártyák megjelennek a fejed fölött, és jelentik a gondolatokat. De hamarosan kisüt itt a nap, kitisztul valami, megvan a vonzalom kettőtök között, megvan a magabiztonság, a kisugárzás, és itt a fa jelenti a gyógyító erőt. Tisztázódnak a dolgok, rendeztek valamit. Amit a fa még jelent, egészségügyi témák, vagy a gyógyító erő. Vagy azt is jelentheti, hogy keresed a helyedet az életben, ahol le tudsz gyökerezni. Ez lehet a hivatás, lehet a lakhely, lehet a párkapcsolat. Az ő gondolataiban megjelenik ez a lovas férfi, az lehet egy ismerős, vagy valaki a rokonságból, vagy egy kolléga, egy férfi, de ez a férfi eltűnik, hiszen itt megjelennek az egerek. És a kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Amit a lovas férfi még jelenthet, az a mozgás, hogy ő közeledni akar hozzád, de mindig visszatáncol. Ez a mozgás lehet sport vagy autó is, lehet, hogy itt vannak korlátozások, vagy fájdalmak, betegségek, hiszen az egerek eltávolítják ezt a mozgást. Vagy lesz egy új irány, hiszen mögötte megjelennek az utak, és jelentik az ő döntéseit. Hiszen elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, akkor is, ha elfordul az eseményektől, de mégis ott van mellette, tehát kell, hogy hamarosan döntéseket hozzon. Itt lezár valamit, ezek lehetnek bizonyos kapcsolatok, vagy ezek a fájdalmas emlékek, a problémák, és akkor itt van előtte a szerencse, egy új kezdet, itt tisztázódik valami.
Ez a gyermek nem csak egy új kezdetet jelent, hanem jelentheti a gyermekeket is. Lehet, hogy vele vannak problémái, de rendeződnek a dolgok, itt van a szerencse, itt tisztázódni fog valami. Ha te egy hölgy vagy, akkor ebbe az irányba tekintesz, fontos a szerelem, fontos az anyagi helyzet, de itt van valami, ami miatt ez még átláthatatlan, hiszen itt van a felhő. De ez elmúlik fél éven belül, hiszen a felhő fél évet jelent. És itt van a remény hozzá. Rendeződnek az anyagiak, meg lesz a biztonság, a vonzalom kettőtök között. Nem kell fél évig várnod erre, hanem ez a fél év azt jelenti, hogy ezen az időn belül történik valami. Itt az anyagiakat fogod rendezni, és a kártya kihat rád, kihat kettőtökre, ami összeköt benneteket, ez a szerelem. És itt van hozzá a remény. Ez a hajó utalhat külföldi kapcsolatokra, utazásokra, ez lehet egy belső út és egy lelki út. És itt a gyűrű azt jelenti, hogy ő mindig-mindig visszatér hozzád. Ez a torony utal a korlátozásokra, vagy egy hivatalos ügyre, vagy bíróságra. Itt van egy szerződés, vagy egy dokument, de megvan itt a hamisság is. Ez lehet egy örökösödési ügy, hiszen a torony mellett itt van a koporsó. De azért legyetek óvatosak, mert valaki be akar csapni benneteket, vagy ebben a szerződésben nem stimmel valami. Itt az otthonodban vagy a családban lesznek változások. Ez a medve utalhat az erődre, de mivel itt van a róka, így október elején még olyan erőtlennek érzed magad. Ez a medve lehet az apukád, tehát a szülői ház, és itt valami nem stimmel. Valaki figyelgeti a dolgokat, figyelgeti az eseményeket. Amit ez a medve még jelenthet, illetve akit, ez a főnököd, vagy a főnöknőd, itt is megvan a hamisság, itt vannak a korlátozások. De ez lezárul, hiszen a koporsó lezárja ezt az ügyet, vagy lesz munkahelyi változás, és a gólyák jelentik a változásokat, itt vannak a szerződések, az utak utalnak a döntésekre. Sőt, itt mögötted megjelenik a horgony, és jelenti a munkahelyet, a hivatást. Itt a háttérben van egy nő, aki segít neked, mint egy barátnő, barátság, és itt ez a virágcsokor jelenthet egy kreatív tevékenységet, vagy azt, hogy ez a hölgy olyan szívélyesen közeledik hozzád, lesz egy ajándék, lesz egy meglepetés. Tehát szerencsét hoz számodra, segít neked, megbízhatsz benne. Itt olyan hirtelen történnek bizonyos dolgok, amire nem számítottál. Itt van a nyilvánosság, megkapod az elismerést, kinyílik egy új ajtó számodra, és ez lehet tudás, továbbképzés. Ha valaki eltitkolt eddig előled valamit, ez a könyv most kinyílik, utal a nyitottságra, vagy kiderül a valóság, hiszen itt kisüt a nap, láthatóvá tesz valamit. Ez a kereszt jelentheti a hitedet, de a sors utakat is, amikor a sors utatok kereszteződik. Utalhat döntésekre is, ugyanúgy, mint az utak, hiszen elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. Tehát szintén döntésekre utal. Itt a csillagkép jelenti a sorsot, a sors utakat, minden úgy történik, ahogy a csillagokban meg van írva. Itt lesz könnyűség és beszélgetések. Most megtekintjük az egyes heteket. Első hét október hónapban itt látható. Meg lesz az életerő, de itt van mellette a ravasz róka. Lesznek pillanatok,
amikor erőtlennek érzed magad. Vagy itt van egy hamis személy a környezetben, de ez megváltozik, hiszen az engerek segítenek abban, hogy bizonyos személyeket vagy témákat eltávolítanak. Itt lesznek változások, ami az otthont, a környezetedet, a családodat illet. Megtalálod a helyedet az életben, ahol le tudsz gyökerezni, itt van a szerencse, itt lesznek beszélgetések, minden olyan hirtelen jön, amikor nem számítottál rá, de kihat az érzelmeidre. Ezek lehetnek anyai témák is. Második hét, október hónapban itt látható. Bizonyára most ugrik a kép, de meg kellett, hogy szakítsam a felvételt, mert hívtak telefonon. Tehát most itt vagyunk a második hétnél. Itt ez a torony utalhat korlátozásokra. Itt megvan a hamisság a háttérben. A torony jelentett egy bírósági ügyet is, mint például egy örökösödési ügyet, hiszen itt megjelenik a koporsó és az anyagiak. De légy óvatos, itt van a hamisság, valaki be akar csapni téged. De azt is jelentheti a koporsó, hogy lezárja a hamisságot, lezárja a korlátozásokat, itt lesz egy hír, mozgás, itt kiderül az igazság, itt lesznek változások, fontos találkozások, döntések. A könyv utalhat titkokra, de itt kinyílik az ajtó, kiderül az igazság. Vagy a könyv jelenthet egy továbbképzést is, mint például itt a csillagképeknél utalhat egy spirituális területre. A madarak jelentik az éneket, a zenét, a táncot, tehát lehet egy kreatív tevékenység is. Itt kinyílik az ajtó, ezek a lehetőségek, és megvan a nyilvánosság, mások észrevesznek téged, megjelensz a nyilvánosságon. Harmadik hét, október hónapban itt látható. Megvan köztetek a kapcsolat, lesz egy hír, de még vannak fájdalmas emlékek. Ami őt illet, ez lehet egy férfi, egy kolléga, vagy valaki a rokonságból, vagy egy barát, aki megbántotta őt, de ez az ostor jelenthet téged is, hiszen ez a kép megjelenik a gondolataiban, hogy ő bántott meg téged. Itt voltak nehézségek a gyermekekkel is, vagy a gyermek jelentheti az ártatlanságot, egy új kezdetet, itt van a szerencse, tisztázódik valami, a hamis dolgok lezárulnak, lesznek új kapcsolatok, vagy a gyűrű jelentheti azt is, hogy ő visszatér hozzád, vagy lesz egy eljegyzés, egy házassági ajánlat. Utolsó hét, október hónapban itt látható, te állsz a középpontban, a férfi megjelenik a gondolataidban. Itt szerelemről van szó. Valami még átláthatatlan a párkapcsolatot illetően, és az anyagiakat illetően is. Itt lesznek külföldi kapcsolatok. Ami a munkát, a hivatást illeti, itt szerencse van, egy ajándék, vagy ez a kártya utalhat egy kreatív tevékenységre, és ez a kígyó egy kolléganő, egy barátnő, aki segít neked, aki kedvel téged. És itt van a remény, hogy jóra fordulnak a dolgok, az anyagiakat illetően, a szerelmet illetően, és a koporsó segít abban, hogy lezárja a felhőt, mindazt, ami eddig átláthatatlannak tűnt, sőt, a koporsó lezárja a hamisságokat is. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!